26. NB-s szezonjának vág neki a hétvégén a Kölcsey díjese. Hadovás István együttese augusztus elején kezdte el a felkészülés bentlakásos edzőtáborral és edzőmeccsekkel hangolva az új évadra. A hagyományokhoz híven a nyári szünetben több távozója is volt a diákcsapatnak, vannak viszont érkezők is, így a szakember az élmezőnybe várja még alakuló Kölcseyt. Egyelőre képlékeny a társaság, alakulóba vagyunk, sok változás történt, elment a két kapusom a felnőtt csapatból, tehát ott lesz egy 14 és egy 15 éves kislány a kapuban, akik egyébként nagyon tehetségesek. A két kezdőszélsőnk is elment, Szabó Vali abba hagyta a játékot, tehát ezek meghatározó emberek távoztak tőlünk, ugyanakkor viszont érkeztek tehetséges 13-14 éves gyerekek, 7-8-an, ők nagyon ügyesek, de nyilván nekik még idő kell. Viszont a tavalyi csapatból megmaradt játékosok egyrészt nagy elánnal készülnek, másrészt pedig morálisan egy nagyon erős társaság, akik nagyon szeretnek edzeni, nagyon szeretik a kézilabdát, és hát bizonyítottuk már, hogy minden nehézség mellett is tudunk jól játszani. A nehézségekből egyébként hozzáteszem, most is van, mert betegségek, sérülések, munkahelyi tanulmányi elfoglaltságok miatt maradtak ki edzések, de én úgy gondolom, hogy hétvégén jók leszünk. A mezőkeresztesen rajtoló Kölcsey díjese mellett még két csapat képviseli a megyét az NB2 északkeleti csoportjában. A nyitófordulóban a Máté-Szalkai MTK a Debrecen második csapatát fogadja, a Vitkaese pedig Felső Zsolt-Szándi pályára.